Egy építésznek polihisztornak kell lennie, hiszen ha a kórházat tervez, egy orvos bőrébe bújva kell látnia, hogy mi szükséges egy jó műtő létrehozatalához. Ugyanígy, ha hangversenytermet épít, akkor opera érdekessé, ha lakást, akkor családtaggá kell alakulnia, és nem esztétizálhat egész nap, mivel szigorú törvények szerinti alkalmazott művészetet művel. Ez mai vendégünk arzpoétikája, is lássuk, hogy kinek a portréjával várjuk ma önöket a kontúrban. Zoboki Gábor, Kossuth és Ébüldíjas magyar építészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Építőművészek Szövetségének alelnöke, az IDA Zoboki építésziroda alapító tulajdonosa. Pályafutását kezdettől fogva nagy léptékű, összetett feladatok jellemzik. Mestereinek Zalavári Lajost és Turányi Gábor tartja, akik meghatározó befolyást gyakoroltak későbbi szakmai szemléletére. Doktori fokozatát 2008-ban szerezte meg a Pécsi Tudomány Egyetemen építőművészetből, majd 2012-ben habilitációt is szerzett a Pollák Mihály Műszaki Kar Breyer Marcel doktori iskolájában legismertebb magyarországi tervezői munkái közé tartozik a világviszonylatban is jegyzett hangversenyteremmel büszkelkedő Budapesti Művészetek Palotája, a Nemzeti Táncszínház, a Magyar Állami Operaház történeti rekonstrukciója, a Richter Gedeon ház, valamint külföldön a Sencseni Nanshan Kulturális és Sportközpont. Utóbbi Hudec László 1930-as évekbeli munkásságát követően az első magyar építészek által jegyzett jelentős ház Kínában munkáit több bizben építészeti névódíjjal, valamint a Nemzetközi Ingatlan Szövetség névódíjával tüntették ki. Sok szeretettel köszöntöm Zoboki Gábort itt a stúdióban, és mindjárt beszélünk majd esztétizálásról, meg alkalmazott művészetről és művészi létről, de nekem, és szerintem nagyon sokan vagyunk így, akik az operaház felújítását figyelemmel kísérték, Beleégett egy kép a, a szemembe. A csilláros kép, amikor a csilláron ö, magyarázta el ö, videóban is, meg fényképen is lehetett látni, ö, hogy hogyan is zajlott ez a rekonstrukció, és hogy miért égett bele. Azért, mert hogyha ebben minden benne lenne a mi Gábor, tulajdonképpen a fellegek felett lebegés, hogy aztán bizonyos kompromisszumok miatt néha le kelljen onnan szállni a földre, adott esetben nagyot is lehet esni. Jól érzem, -e, hogy jellemző ez a kép. Le is, be is zárhatjuk ezt a mai beszélgetést, mert nagyon eltalálta. Az építészetnek van egy belső realista világa, és van egy fellegek között járása. És ha az emberben megvan a vágy, akkor ezt a transformációt kell egy életen át gyakorolja, amit ez a csillár véleményem szerint fantasztikusan kifejez, mert egy ilyen csillár, ami tulajdonképpen makulátlanul megmaradt az elmúlt 140 évben, ez a legjobban jellemzi ezt a házat, ez a csillár halott a karúzót. Ferenc Józsefet látta. A falakhoz hozzányúltak, a színpadot szétverték, az ennek átalakultak, átalakult, a nézőtéri székeket négyszer cserélték ki, de ez a csillár, ez mindent tud. Tanú. Egy tanú csillár, <síl> pontosan. Akkor tényleg minden benne lehet ebben, de azért térjünk vissza a kezdő gondolathoz, hogy esztétizálás kontra vagy nem kontra alkalmazott művészet. Ugye ez alapvetően egy rekonstrukció volt, persze voltak benne olyan elemek, amik azért abszolút egy új konstrukció létrehozását is lehetővé tették, íbőlebbek voltak íbőlnél, de ez egy hosszú történet. Csak hogy arra gondolok, hogy itt valahogy azért mind a kettő megtörténhetett egyszer az esztétizálás is, hiszen hihetetlen magas minőségű aranyok, anyagokkal, na hát nem is véletlen az elszólás, aranyokkal <laughs> dolgoztak és sejmekkel és kárpitokkal, ugyanakkor nyilván fantasztikus műszaki megoldásokat és akusztikai megoldásokat kellett létrehozni. Szóval, mintha itt egyensúlyba került volna a kettő. Igen, és van egy félreértés valóban, mert mikor azt mondjuk egy üreg házra, hogy az eredeti állapotot állítjuk helyre, akkor mindenki érti, hogy nem konfliktuson megyünk most már be az operában, nem lovak húznak minket be, hanem a taxivíz, és azt is érzékeljük, hogy mást iszunk más szokásaink vannak, teljesen más egy művésznek a mai élete, mint mondjuk Dériné lehetett, aki járta az országot utalan utakon, vagy gondoljunk egy liszt életébe bele, aki többet utazott, mint ma a legtöbb üzletember, hm. és közben megírt három embernyi zeneirodalmat. Tehát az, hogy mi eredeti állapot hozunk, hozunk létre, ezt azért mondjuk az embereknek, hogy leg, egyszerűen tudjuk megfogalmazni, hogy mit csinálunk. De hát semmi köze az eredeti állapotnak ahhoz, annak a széknek, amiben most ülünk mert más ergonómiai előírások vannak, megnőttünk, menekítési távolság van, nem tudnánk monátszékbe ülni, mert a Chanel kosztüm a hölgyekről eltűnne, mikor fölállnak egy ilyen nádazott székből, és bugyiba távoznának a nézőtérről. Tehát, hogy egy revitalizációról beszélünk, az opera műfajnak azóta is 140 éve öregedését kell a mai formanyelvre, átalakítani. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez egy korhű gondolkodás, vagy egy íbül fejével való gondolkodás, vagy az Ibül Miklós, aki most itt van velünk, ő mellette ül, és bár ő most ezt nem tudja lerajzolni, nekem kell, de ő az, aki irányítja az embert, hogy mondjuk az a függöny, ami soha nem volt lefotózva, legalábbis általam ismert történeti dokumentumokban soha nem jelent meg az a textil függöny, amit most újra alkottunk, de éreztük, hogy az íbüli épület ornamentikájából kell két méter magas aranyszállal telehímzett textil függönyt a színpadra fölállítanunk. Tehát igazából nehéz megfogalmazni, hogy itt hogyan kell egyensúlyozni a korabeli étosz és a mai csodálatos technológiai virtuózítás között. Ez kell azért egy jó döntőképesség, egy elég nagy gyorsaság, egyfajta szakmai, hitvallást olyan szempontból, hogy sok emberrel kell erről beszélni. Ez nem a mi döntéseink, csak mondom, hogy az építészek csak lerajzolják a megbízóik vágyait, tehát mi az Operaház 1200 alkalmazottjának rajzoltunk egy házat, ők tervezték meg, mi csak de közben meg mindaz, amit elmondott, azt a szót hívja elő belőlem, hogy felelősség, és hogyha erre a szóra gondolok, akkor arra is gondolok, hogy az építészet és az építészek az évszázadok során milyen uh, szinten befolyásolták nem csak egy város látképét, hanem a benne élő közösség, a társadalom életét. És nemrégiben, de Évekre visszamenőleg is azt nyilatkozta többször is, hogy a, az építészet és az építészek bizonyos szempontból kiszorulnak a kultúrából, vagy az arról való közbeszédből. Ezt tartja most is? Ezt tartom, de az előző gondolatára még hogy mondjak valamit? Hm. Ha mi mérhetnénk elementálok számával, hogy az az építész energiája, vagy annak az építész alkotócsoportnak az energiája, ami ma az operaházban van, az egy nagyon durva tejútrendszer lenne. Mm. Tehát az az energia mező, amit ennyi építész 140 év alatt ebbe a házba belerak, ezt nyilvánvalóan, mikor egy 6-8-10 éves gyerek először belép abba a házba, még ha nem is mondja ki, de megérzi. Na most ez nagyon fontosnak érzem, és ebben nincs semmi lilagőz, hanem egyfajta gondolatiság és érzelmi világ, ami egy épületben, a lelkében benne van egy háznak. Ez egy építészeti katarzis, amikor ez megtörténik, mikor be. Megtörténik eee, úgy is lehet hívni, de szerintem még ennél is mélyebb érzésről van szó, mert valahol egy kornak a tükrét érezzük meg, és a katarzis csak akkor van, hogyha mi ezt be tudjuk fogadni. Ez viszont materiálisan is jelen van, és a katarzis akkor jön el, amikor az ember ezt meg is érti, és érzelmileg át is adja magát. Ezért a gyerekekkel a legkönnyebb szerint operába menni, és minden szülőnek mondom, hogy csak a legjobb előadásra vigye oda, mert eret fog vágni 18 évesen ugyanaz a gyerek, ha ugyanabba a házba belép. A legjobb zenei produkciót kell egy gyereknek végighallgatni az operaházban, hogy megkapja azt az eszenciát, amit mondjuk Richard Wagner és Verdi korában az emberek megérkezhet, amikor a szabadságkórus megszólalt a skála legfelső emeletén. Tehát véleményem szerint ez egy, egy fontos lelki kérdés az építészet ö, ö, egyébként általában materiális oldalát ö, tekintő közönség felé. Ö, és ami a kulturális közbeszédből való kiszorulást illeti. Nézze, arról nekem nehéz nyilatkozni, mert én pont az ellenkező életformát élem. Nagyon sok középületen dolgozom, és ez már több országban is fölmerült bennem, hogy mennyire érdekli a közéletet az építészet. És ha Kínát nézzük, akkor ha belép Kínában egy könyvesboltba az ember, akkor rádölnek az építészettel, tájépítészettel, dizájnnal foglalkozó könyvek, de ez már Bécsben is megtörténik az emberrel, de sajnos már Prágában is. Budapesten, és szerintem minél keletebbre megyünk, annál inkább, ez a fajta, hogy mondjam, szellemi hatalma az építészetnek, ez eliminálódott az elmúlt történelmi időszakban. Én száz évre tenném ezt a megsemmisülést, mert a szecesszió volt az utolsó pillanat, véleményem szerint, amikor egy építész papucsig rajzolhatott hm. egy házat. Tehát, hogy megéreztük azt, hogy milyen a fal, az asztal, a zsebkendő és az étkészlet, és ez egybe volt, és ez akkor az első világháborúval szűnt meg. Tehát, tulajdonképpen az építészeknek az a fajta kiszorulása, ebből a fajta összefogó munkából, ez majdnem száz évre tehető vissza. Vannak országok, ahol ezt erős építészek és különösen sztárépítészek visszatudták hozni ezt a kultúrát, és ha nagy neveket mondunk, most egyet sem szabad, mert a többi megsértődik, akkor világos, hogy ők napi módon benne vannak a televízióban, de mondjuk egy olimpiai nyitót nézünk Londonban, akkor a, a uralkodó mellett a két nagy létesítmény tervező építészül, és nem pedig az uralkodó család tagjai. Tehát, hogy ez egy, ez egy más szemlélet arról a szakmáról, amit mi üzünk. Ebből ad vissza valamit szerintem akkor, amikor annyit beszél az egyes rekonstrukciókról, új épületekről, amikkel foglalkozik, és ha már az operaházról sokat beszéltünk, akkor meg kell említsük azt a zenei múltat, amit többek között az operaházban kapott gyerekkorában. Zoboki Gábor műegyetemista korában az építészkart egy időre felfüggesztve beiratkozott a Zeneakadémia karmester és zenetörténész szakára, később csak építész nagybátyja és Prunyi Ilona zongoraművész unszolására tért vissza a tervezőasztalok mellé. Kíváncsiak voltunk, hogy az egykori Liszt-Ferenc díjas mentora miként emlékszik ezekre az időkre. Íme. Kiderült, hogy olyan füle van, hogy, hogy egyszer az, hogy, hogy nem a darokat, hogy hogy ismeri, hanem azt, többféle, többféle, hogy többféle játékban, tehát többféle megoldásban, tudta, hogy mi a darab, hogy van. Szóval elképesztő volt számomra, hogy mit kell itt most neki tanítani, azon kívül pedig gyanút fogtam, hogy mi van, hogy építészet, mine, és hogy azt is szereti, és közben még dolgozott is, egy alkalommal emlékszem erre, hogy dolgozott van mintha tanáratta adta volna, oda. tehát egyszerűen jónak mondták, és akkor így azért ez minden, én rendes voltam, amire megkértek, elkezdtem őt tanítani de van rövid úton kiderült, hogy hát ez olyan, mintha végzett volna az zenét összes tantárgyat, minden összhangzattan, minden elmélet szólt Tehát egy képzett ember volt zenészek, nem csak így, hogy a zene bolond, ahogy tényleg örülünk, hogy valaki szeret a zenét, nem. Ő zene értő volt már rögtön, és méghozzá olyan tudással, tehát szak, szak mint aki végzett már valamit. Így. Van álljó. ismeretlen számomra, ismeretlen, meg nem mondtam, hogy ki írta nagyon régi olasz Olaszul kívülről, miközben rajzolt, üvöltözte. Hát nem csoda, hogy azt nem érzi, nem, érzi, hogy mi legyen, vagy mit csináljon, mert mindent akart, és hát ő is kezdte érezni, hogy ez nem fog menni. Tehát tényleg bajba volt, most így, hogy visszaemlékszem, de hát ettől volt ilyen izgálga, meg, meg ideges, meg minden, hogy min, annyi, annyira be volt töltve a más óta, hogy, hogy egyszer nem, csak adta, adta kifelé, és nem, a dolgok úgy jöttek, hogy kórust vezetett. Ez már akkor volt, mikor ismertem, de nem tudtam róla, mert mondom, úgy azért minden pillanatban nem zavartuk egymást. utóbb tudtam meg, hogy át, hát, ott is egy friss tanár átadta neki azt a kórust, hogy ő már, ő már nem csinálja. Gábor kívülről tudta a műveket. Szóval nem tudok olyan zeneszerzőt, aki akivel hát talán Bartók vagy, azzal sokat kell foglalkozni, még egy, egy darabot játszik az ember akkor is, nem lehet csak azzal, de különben elképesztő és nem csak minden evő, hogy mindent szeret, hanem, hanem ért hozzá. más nem kíván hogy mivel volt betöltve gyerekkorától kezdve, hát föl se tudom sorolni, néptánc, jazz, lett az emlegetett kórus, éneklés és vezetés, zongora, gitár, tényleg felsorolhatatlan, viszont azon gondolkodtam, hogy számomra, laikus számára, hogyha mondjuk egy Bach-művet hallgatok, a számomra egy kicsit építészet is, ahogy építkezik az a bizonyos Bach-mű, az építészet, zene is? Hú, az a helyzet, hogy az építészet és a zene az egy ugyanazon, Töről fakadó valami. Az, hogy mi hogy gyakoroljuk a tehetségünket, egy fugaírásban, vagy egy bonyolult ö, operaház összes folyamatainak az átlátásában, ez ugyanaz a fuga. Az, hogy az emberben a tehetség, ami univerzális véleményem szerint. Mert Latinovics építészkart végzett, és amikor az ember hallgatja őt szavolni, akkor látja a vers szerkezetét, ez sok színésznél nem érzi meg az ember, mert gyönyörű szavak jönnek egymás után, fantasztikus tagolás és arc, és mégsem látom azt, amit a látok, és ezt sokan érezzük, nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, amikor ő úgy közvetít József Attilát, hogy az, az éppen a József Attila mondja ki. Na most ez a tehetség dolog véleményem szerint ez művelendő. Tehát olyan a szeretet, hogy az ember könnyű szeretni, de mikor baj van, akkor nehezebb a szeretetet megtartani. A tehetséget, ha az ember nem ápolja, és nem dolgozik rá arra, ami van, akkor nincs építészet, és nincs fuga. Tehát meggyőződésem, hogy azért kell egy tehetséges embernek palírozni a magát sok műfajban, mert csak akkor érez arra rá, és én, én azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból egy átlagos személyiség vagyok, hogy nem lehet tudni egy 12 éves gyereknél, hogy ez, a, ez az érdeklődési sokság, ez végül is melyik irányba jön ki legjobban. És ezért én azt gondolom, hogy ami a zenét és az építészetet elsősorban összeköti, ez valóban egyfajta nem materiális világban való jártasság, de ebben van egy nagyon erős praktikum és egy nagyon erős szerkezetiség. Tehát sok építész hallgat zenét, és sok zenész véleményem szerint érti a gótikus katedrálist. Mert, 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 valahol ezek a gondolatok összeérnek. Abban a pillanatban persze, amikor egy szakmát gyakorol az ember, le kell szállni a földre, mert az természetes, hogy az építészetnek a humán és a reál világa a végén végig csak a reálják szintjére lejön. De ez a humán lét, az építészetnek ez a humán léte, amit, amiről nagyon keveset beszélnek az építészek, mert mindig csak a megvalósult műtárgyat látjuk, az azt nagyon nehéz megérezni vagy meg megfejteni, mert nem tudjuk még követni, hogy az agy mire gondol, mikor valakinek azt mondják, hogy 21. század opera hogy akkor mi ugrik be térbe egy építésznek a fejébe, ezt szerintem nem lehet ma még megfejteni, hogy mi működik. De biztos, hogy van egy univerzális tudás, ami ezeket a művészeti ágakat összeköti. Az enemint mint a legtisztább párlat, ha a szabad így mondani, a leg, legelvontabb művészet, ami a legmagasabbra víz, és az építészet, amit bocsánat cseh szavaival mondhatom, az ernyője az összes művészeti ágnak ha már a fugát említette, meg ezt a gondolatfolyamot végighallgattam, pont azon gondolkodtam, hogy vajon egy épület, az milyen dallamot hív elő a tervezésekor, előhív? Hát hogy ne? Én nagyon-nagyon vigyázok arra, és ez, ez szörnyű kimondani, hogy ne hallgassak zenét, miközben dolgozom. Ó. És megmondom miért, mert szerintem zenét nem érdemes úgy hallgatni, hogy szól azt a típusú zenét, amit én kedvelek, arra oda kell figyelni. És nem szabad bizonyos főműveket elcsépelni. azt szoktam mondani, és magának is ezt javaslom, hogy ha a Valkürt életében először végighallgatja, akkor én nagyon-nagyon irigy leszek magára, mert én a 500. Valkürön túl vagyok, nekem az már nem tudja azt az eruptív és újrafelfedezés élményét hozni, ami egy Valkür meghallgatásával jár. Nagyon kell vigyázni a főművekre, hogy az ember ezeket ne csépelje el. Mm -hmm. és nyilván minél melyebb megy valaki az zenérodalomban, annál érdekesebb dolgokra lel, de a főműveknek a, a, a tisztelete miatt nagyon-nagyon nehéz a műveket ö, hátérzeneként hallgatni. Viszont tény, hogy az ember hangulatához meg tudja választani a zenét. Annál izgalmasabb ö, esti gondolkodás nincs, mikor egy fárasztó nap után az ember megérkezik, és elgondolkozik, hogy ma mihez lenne kedve. Mindenki más műfajban gondolkodik, hogy este mihez lenne kedve, ha valaki zenérajongó egy elképesztő arzenálá rendelkezésére, és különösen nekem, aki én mai napig vinilt hallgatok, tehát olyan minőségben tudok otthon zenét kapni, hogy néha már agasztó engem berángatni egy-egy operaházba. De kétségtelen, hogy, hogy a zene és az építészet is mind a kettő jelentősen befolyásolhatja az érzelmi állapotunkat. És akkor még egyet áruljon el, csak a zenénél maradva, kicsit én is rajongó vagyok, azért merek ebbe belemenni. Beethoven híres volt arról, hogy kínosan apró motivumokból szőtte össze azokat a fantasztikus, hatalmas, monumentális szimfóniákat, amelyeket. Ön hogy, hogy, dolgozik? Apró motivumok, vagy megvan az egész a fejében, és utána kerülnek Sönnyebb helyére ezek van. a... Szóval Beethoven egyedül volt, kiment az erdőbe, és írta a jegyzetfüzetbe a kotáit, és nagyon sok izadság fogyott, de egy építésznek nincs ilyen magányos léte. Az építészetben megvan az a, az, az óriási, ö, hát hogy mondjam, közösségi erő, ami, ahogy szoktam mondani, egy, egy díjátvételekor, vagy egy épület átadásakor is igazságtalanul egy, egy névhez kötődik. Kívül Miklós mellett is több száz építész dolgozott, és az a Skalnicki, aki utána végrajzolta a várást, vagy az a sikedanc, vagy több nevet sorolhatnék, akik utána kiváltak abból a büteremből, azok mind épül, épülnél kezdtek dolgozni. Nekem ö, főművem a stúdióm. Hm. Tehát, hogy mindig van az az ember, aki ez oda lehet menni, azzal a gondolattal, aki utána azt átveszi, és ez egy hatalmas láncreakció. Na most ez az építészetnek, ez a közösségteremtő ereje, ez kórus vagy zenekar ízű dolog, mert ott is Lényegében meg kell azt a száz embert babonázni annak az embernek, aki az élén van, hogy az úgy szólaljon meg. Tehát mi nagyon más létet élünk, mint egy festőművész, egy író, vagy egy, vagy egy zeneszerző, mert van lehetőségünk állandóan mások gondolataiban merítkezni. Hát ha már a közösség erejét említette, akkor egy olyan ember következik, aki fontosabb pályáján. Egy olyan építésszel folytatjuk, aki Zoboki Gábor egyik legfontosabb alkotótársa volt az ÉDA építész irodában. Azonban nem pusztán eszköti köti őket össze, mivel a véletlen furcsa összjátékának köszönhetően Demeter Nóra vendégünkhöz hasonlóan szintén játszott klasszikus gitáron, és bár akkor még nem ismerték egymást, egy azon Esztergomi gitárversenyen is elindultak. Én egy nagyon megfontolt, mondhatni racionális, angol száz kultúrából táplálkozó alkotó vagyok, a Gábor pedig a nagy térkép az intuitív erőből merít, és ez a kettőnk párbeszédében, ami mai napig egy élő alkotó párbeszéd, ez, ez nagyon segít nekünk. Támpontok vagyunk egymásnak, egy hiteles kontroll, őszinték vagyunk egymással, és szerintem ami nagyon fontos hogy ebben a szakmában világszerte, de Magyarországon mondhatni leginkább, ö, ijesztő módon csökkent a hitelesség. Tehát építünk nagyon sok mindent, de nagyon kevés olyan épület van, amiben látni egy alkotói hitelességet. És a Gábor pályában mai napig, ö, mint közreműködő, meg most már részben, mint ö, kísérő, ennek a hitelességét értékelem azzal a szenvedélyes, intellektuális gondolatmenetiségével, ami, ami vállalja, hogy minden projektben a, a építészeti mélységeket, a kreatív víziót és az embereknek, az utóhasználóknak a vizsgálatát keresi. Még egy közös kapocs az a egyfajta élethedonizmus. Én lehet, hogy egy kicsit visszafogottabban űzöm ezt a hedonizmust, bár az édesapám egy, egy fantasztikus hedonista volt, nagyon is volt Gáborral. Tehát én, én lehet, hogy nem tudom ennyire látványosan űzni ezt az élethedonista látásmódot, de, de nagyon mélyen benne van a, a, az anyateljemben, és emiatt, ha utazunk most történetesen mondjuk Rómában, akkor ki tudunk ülni egy Campo di Fiori egy eszpresszóval, vagy egy, egy, étellel, és egyszerűen értékelni, hogy ebben a elég összetett világban, amiben élünk, milyen szerencsés emberek vagyunk. Szerencsések vagyunk, mert van egy kultúr értékrendünk, van egy hiteles szenvedélyünk az iránt, amit csinálunk, és van egy vágyunk még élni. Szerintem manapság ezek már nagy adottságok, amit közösen átölelve egymást tudunk egymásnak adni. Egyetért ezzel a jellemzéssel? Hát ez fantasztikus. Igen, tény, hogy a találkozások, ahhoz kell mázni. Tehát, mint hogy az akusztikához is, a gondolatokhoz is, de az emberekhez, akivel, az, akivel egy pálya összekapcsolódik, és hát szerencsére valahogy ő Amerikában nőtt föl, én meg Magyarországon, és Hihetetlen, hogy első este rögtön három órát ült egy közös, egy hatalmas vacsorán, hát már lekapcsolták a villanyt, mire elindultunk végül is haza. Ez egy óriási szerencse, és az építészetnek valóban jól érzi ez a fajta közösségi karaktere, hogy ilyen ember alkotótársakkal dolgozik az ember, különösen ha ő azért egy más építészeti világ, mint én, ezek halatlan módon ö, tudnak együttműködni. Sokszor beszél arról különböző interjúban, hogy mennyire fontos, hogy az emberek, akik használják ezeket a tereket, amiket megépít, hogy boldogok legyenek vele, hogy domestikálják, hogy belakják. Sosem volt az elsődleges szempont, mondjuk úgy sosem volt az a hiúság meg önben, hogy az a legfontosabb, hogy mit hagyok magam után, hogy ez az, az épület még majd száz év múlva is áll, hogy én vagyok, az én kézjegyemet viseli? magyarul, hogy ez mindig így volt, hogy az ember a legfontosabb, aki használja? Ez az ego, ez nagyon nehéz, én későn ébredtem ebből a szempontból, és mint minden nagy alkotó véleményem szerint, ö... Azt gondolom, hogy akkor tud igazán közel kerülni az alkotáshoz, ha lekapcsolja ezeket a személyiségi defekteket, hogy ő velem lesz öt év múlva, meg mi lesz, ha már nem lesz, meg hogy ebből. Tápláltam magamba ezeket az érzelmeket kétségtelen az alkotói pályám első szakaszaiban. De abban a pillanatban, mikor kikerülünk a hat, hadszintérre, és a mostal vagyunk elfoglalva, akkor engem most már sokkal jobban érdekel az a 12 éves kölök, aki belép abba a házba, hogy mi van az arcára írva. És amíg vagyok, én ezt akarom élvezni, hogy én az embereket boldognak látom a házaimban, és megértik, hogy mit akarok. És különösen ezt akkor jövök rá, amikor egy-egy ilyen épület bejáráson elmondhatom azokat, amiket ez a 5-6 éves ciklusok alatt ez az alkotóközösség végig gondolt, és pillanat alatt megértik az emberek, hogy miről van szó. Erről beszéltünk az imént, hogy mennyire kell kommunikálnunk az építészetről. Az építészetről kell kommunikálni, mert amit mindig az emberek látnak, az nagyon-nagyon csak a bőre egy épületnek. Ez is sokkal, de sokkal több rétege van ma már a mérnök tudományoknak és az építészetnek is speciálisan. Ezt egyszer Zöldi anna úgy írta meg, egy építészíró, hogy én az optimizmus építészete vagyok. Ami nyilván egy alkati sajátosság, de ezt az optimizmust folyamatosan nevelni kell, hogy az egóját elengedje. Mert az építészek attól, hogy naponta több száz embert irányítanak, nyolc órán keresztül, ebben az állapotban pszichológiailag el tudja hinni az ember, hogy ő fontos. Na most azt, hogy az ember megtartja azt a karaktert, ami még fontosabb, hogy szolgál, ez a kettő ellentmond egymásnak, mert az építészet valahol egy szolgálat. I igazából mi az embereknek az életét akarjuk jobb körülmények között látni, mert különben Isteni egy barlangba ülni, unga-bunga is lelőni a mamutot, de hát azóta már a gótikus katedrálisok létrejöttek, ami azért nem kis teljesítmény. Mai napig nem tudjuk, hogy kiképítették. Probléma? Nem. A gótikus katedrálisokat a mai napig térdre zuhanva csodáljuk, és még sok, sok mindent nem is tudunk róluk. Jól érzem, hogy ebben a folyamatban fontos lépés volt a műpa. Persze. Hát gondolja el, én már nem tudtam eldönteni, hogy most vezényelni fogok, vagy vagy, <laughs> e, vagy hasmérmezűgyek leszek egy kórházban. Semmit nem, nem értettem abból, hogy mi, mi, az a, mi az a világ. És akkor egyszer csak bejön egy pályázat, ahol a lehetősége megvan annak, hogy amit én tanultam az Akadémián, és amit ilyen csodálatos emberek belém tápláltak, azt én egyszer csak a, a, a szenvedélyemet és a professzionális tudásomat, összetudtam kapcsolni, és ez ritka adottság az életnek, szóval ezt hívják boldogságnak. Azt azért mondhatjuk, hogy nagy részt önnek köszönhető, hogy egyáltalán lett műpa ebben a formában, mert a Ludwig Múzeum az mindenképpen lett volna, a műpa nem biztos. Igen, ez szintén az építészek dolga, tehát ezt azt hisszük egy-egy épületről, hogy az országházat ezt úgy valaki egy képviselő végig gondolta, és akkor csak úgy megkeresték az építést. Általában, és sokszor fordítva van. Tehát nagy valószínűséggel, ahogy az Ibn Miklós 11 évig építette az operaházat, és még kiseírták a nemzetközi tervpályázatot, de ő már kétszer megrajzolta a ház tervét, két különböző változatban. Tudjuk, hogy íből az egész Andrási útnak az utcaképét ő rajzolta végig, tehát Pótmenicki Frigyes csak futott utána, hogy milyen lesz ez az Andrási út, attól tartok, hogy Steyl Imre is régen rajzolt az operaházat, mire a képviselőházba fölmerült, hogy hát hány ház, milyen hosszú, hol a telek, stb. Tehát az építészeknek ilyen szempontból van egy felelőssége, olyan, ö, hát hogy mondjam, nem szakmai, módon is, hogy a házak létéjér, tehát hogy valami legyen, megépüljön, elmegy az a döntéshozóhoz, aki nál érzi azt az érzékenységet, hogy erre esetleg egy bicentést kaphat, és mássza a hegyet. Ez a Mipanál egy másfél éves hosszú folyamat volt, és meg kell köszönöm Demián Sándornak is, aki velem együtt hitt abba, hogy ebből a parkolóház, szálloda és aukciós ház eredeti Városi programtervből egyszer csak Közép-Európa legjelentősebb kulturális épületegyüttese szülesse meg. Egy újabb társ következik ezen az úton, amiről beszéltünk. Zoboki Gábor egy másik fontos munkatársával folytatjuk. Az Édia Zoboki építész iroda dizájnigazgatója. Csiszér András következik. inkább egy igazi barokk polihisztor, és azért a mert hogy elképesztően színes, szertágazó érdeklődés van, és ezt az érdeklődést ezt nagyon jó tudja kamatoztatni a tervezési projektek során is, mert hogy olyan váratlan asszociációkat, gondolattársításokat, irányokat hoz be a projektbe, ami rajtunk, rajtunk kívül, senki nem gondol, és ezzel mindig úgy tud egy új szint minden egyes, minden egyes projektnek. És gyakorlatilag ez jellemző az EDL munkásságra is, hogy nincsen két ugyanolyan projektünk. Tehát, hogyha ugyanannak a projektnek ugranánk neki két különböző időfázisban, sem ugyanaz az eredménye lenne. A módszertanok azok, azok azonosak, tehát ugyanazon az úton megyünk, megyünk végig, ami egy fantasztikus utazás, tehát, hogy mindig egy, egy ilyen projektet, amikor visszanézünk, akkor, akkor mi se hiszük el, hogy egyébként ide jutottunk el, milyen fantasztikus a végeredmény, és hogy milyen utat jártunk be közös, és mennyi élményt szereztünk ezen az úton. Gábor mindig maximára törekszik. Tehát egyébként mindig a maximumot akarja elérni, a csapatot és arra ösztönző, hogy mindig a maximumot érjük, érjük, el, amit éppen nagyon nehéz elérni, viszont ezért, ezért, ezért az, a, az a minőség, amit leteszünk, ezért ez mindig egy nagyon-nagyon magas minőség, és, és őre is jellemző, és a csapat is ez felül, amivel foglalkozunk, az a teljes szívből, teljes odaadással foglalkozunk. Tehát nálunk nincsenek olyan projektek, amit hát megcsinálgatunk már, hogy egyébként meg kéne csinálgatni. Olyan projekteken dolgozunk, az a célunk, hogy olyan projekteken dolgozunk, amiket, amiket szeretünk, és azokat szívből, lélekkel csináljuk. És szerintem ez az, ami tudja garantálni ezt a minőséget, amit, amit, amit mi folyamatosan elérünk, és, és gyakorlatilag a nekem van a legnagyobb szerepe, hogy ezt a folyamatos lendületet a csapatba, ezt a folyamatos akarást a csapatba e, plántálja, és, és, és motiválja őket. hihetetlen optimizmussal egyébként. Tehát egyébként az egyik legjellemzőbb rá, az nagyon, nagyon nagy optimizmus. Tehát bízni kell abba, hogy meg tudjuk csinálni, bízni kell azt, hogy ezt, azt nekünk kell megcsinálni, bízni kell abba, hogy ez, hogy ez igenis jó lesz, akkor is, amikor rengeteg körülmény egyébként ellenünk van. De a kitartás, az optimizmussal, a bizalommal és gyakorlatilag ez a maximalizmussal mindig sikerül elérni egy nagyon magas minőséget. De tud nagyon kemény is lenni, nem? Ha kell. Nézze, szerintem az építészet az olyan, mint a gyereknevelés, tehát <laughs> hogy, hogy a, a cél megvan a gyerekben is, csak néha rossz kedve van. Na most ö, emberek vagyunk és... Ö, szeretünk néha megúszni könnyebben dolgokat. És az építészet, ahogy beszéltük, inkább a szorgalomról szól, a tehetség az pár százalék sor. Mm -hmm. Tehát olyan emberek, akik nem bírják, azok, azok, azok átváltanak, és elhagyják a pályát, mert kimondom itt azért, anyagi sikereket nem lehet elérni. A, a karrier belátható már az első tíz év után. Mert amikor valaki 40 éves koráig nem csinálja meg azt a házát, ami, amiből aztán a karrierje indul, és a 40 éves kort meg el kell érni, mert 26 éves építés zseni nincs, mert, mint mondtam, meg kell tanulni bizonyos, bizonyos kézzelfogható fogásokat, akkor utána nagyon nehéz a pálya, hogy az én Zalavári Lajos mesterem mondta, hogy ő is még mindig a diplomáját rajzolja. Az azt jelenti, hogy minden áldott nap kell táplálni a tudást, a tehetséget kifejteni, ahogy mondtam egy fiatal embernél, és akkor jön meg csak a gyümölcs, ha ez a fajta kitartó, összetartó, karmestereknél szoktam mondani, ez az, ez az összefogó erő, amit lehet csúnyán, meg lehet nagyon szépen, és hát itt a toszkan és a Furtwängler az egy nagyon jó példa, az egyik oda vágja a partitúrát, hogy három éves per lesz belőle, a Furtwängler meg annyira kedves, hogy úgy is megcsinálja a zenész. Na most az Zoboki Gábor szerintem Toszkani és Furtwängler is egyben, van pont, amikor nincs tovább, amikor az ember azt mondja, hogy stop, ezt nem lehet megcsinálni, és akkor keménynek kell lenni. De ez már a Latinovic Zoltán, tehát akkor sem alszom rosszul, mert ezt nagyon fontos érezni, hogy egy színjátékban van az ember, ez egy marionett színház, tehát hogyha letüdőzi az ember, akkor meghal, tehát egyszerűen belehal. Hát nekem Eklert Dezső mondta műpa után, ne panaszkodj a homlokzat miatt, élsz nem, egy ilyen ház után két szívinfarktus, az simán jár. Közel volt hozzá? Nem, de voltak nehéz napjaim, és az ember érzi, amikor a stressz már nem az érzelmi és a gondolati világát, a mentális világát megzavarja. Hm. Mert ez stressz, ez stresszes. Tehát... És hordozza a mai napig azokat a problémákat, amiket lát ebben az épületben, nyilván vannak kritikusok is, akik elmondják, hogy milyen problémákat látnak, de akármilyen épületben szól, ezeket viszi magával? Ebbe is bele, meg kell öregedni, hogy az ember ezeken ne foglalkozon annyit. <hül> Tehát, hogy nem kell annyi kritikát olvasni, abba kell bízni, hogy amit csinál az ember, a tudása és a szíve, mert ez két dolog, az agya és a szíve szerint a legjobb, és akkor nyugodtan lehet aludni. Ez már most nekem könnyebb. Húsz évvel ezelőtt ez se volt könnyű. Zala Várihoz visszacsatolva, meg a Diplomához, ilyen alapon mondjuk minden egyes új épület egy diplomavédés, ha innen köszön, közelítjük meg, de nyilván a Műpával és az Operaházal, és most nem említem a külföldi projekteket, amik a nevéhez fűződnek, elért egy olyan szintre, amire más valószínűleg azt mondaná, hogy hát innen nem nagyon van feljebb, tovább, tudásban is így van, vagy lát maga előtt utat, amin tovább lehet menni? fejlődésben? Nézze, mivel van egy műterem, tehát két választókat, de az egyik van egy műterem, amelyik ilyen fickókkal, mint a Csiszér András, bőven megélnékülem. Egy, kettő. Most tartok ott, ahol a diplomámmal kellett volna 1988-ban tartanom. Most vagyok abban az állapotban, amikor így ránézek egy tervre, vagy egy telekre, és úgy van, egy rutinom. A rutin is veszélyes. De a rutin viszont kell ahhoz, hogy aztán az ember még tisztában tudjon koncentrálni azokkal az elvi dolgokra, amit viszont már csak nagy tapasztalattal lehet észrevenni. Tehát az építész szakma az egy főfele menő, folyamatosan fölfele menő görbe. És én nagyon szeretem az idős karmestereket, még az idős énekes is hallgatom, mert 40 éves éneklési pálya után is talál az ember olyan énekest, ahol már nem intakta a hang. De az, amit a Latinovicsról mondtam, tökéletes. Na most az építészetben meg az öreg mesterek a jók. Hm. Építész marad? Hát azt nem tudom. Nem tudja? Ezt most nem tudom, mert nem értem eleget. Tehát Nóra azt mondja, hogy értem. Én azt gondolom, <laughs> hogy ki lehet élni az embernek egy életet, le lehet élni egy kolostorban is. Nem az az alkat vagyok, akik egy kolostorban le tudnék élni egy életet. És vágyom arra, hogy megismerjem a világot, és azokat a könyveket, amiket beraktároztam, azt egyszer nagyvonalon elolvassam. Biztos, hogy lassulni kell. A kosudé nem azt jelenti, hogy le kell állni, de azt, hogy le kell lassulni, és át kell adni a stafét a botot, ez biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és együtt gondolkodhattunk építészetről. Számomra rendkívül izgalmas beszélgetés volt, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önök a Kontúrt, az M5 Portré műsorát látták. Adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!